esik a hószapulán, hegyen, völgyön fut a szám. Rajta ül a Mikulás, hozza tele puttonyát. Leher! Hogy mondjuk a verset? Azt te nagyon meg vagy rémülve. Semmi baj. Nincsen baj. Inkább onnan nem messzire baj, akkor onnan elmondjuk? Baba nénivel elmondjuk? Esik a hó szaporán, hegyen, völgyön fut a szám. Rajta ül a Mikulás, hozza tele puttonyát. Ügyes. No. Hát az Ovó néni nekem küldött egy listát, hogy meg elmondta, hogy milyen ügyesek voltatok egész évben. Nem tudom, Szabina itt van-e? Igen. Úgy hallottam, Szabina, hogy te vagy az Ovó néni jobb keze, hogy nagyon sokat segítesz neki. Biztos. És hogy az Ovó néni mindig számíthat rá. Igaz ez? Így van. Akkor jó voltál, akkor úgy látszik, hogy Mikulás hozott neked valamilyen ajándékot. Na nézzük! Gyere, itt van a te ajándékod. Nem a tied, majd te is kapsz. Na azt mondja, Bogi úgy látom nincs itt, Zórika sincs, Lehel. Lehelke. Itt vagy a Lehelke? Igen. Na, úgy hallottam, hogy te nagyon szeretsz építőjátékokkal játszani. Így van? Igen. Meg azt látom, hogy az orrodban is nagyon szeretsz tudni. Nem szabad, Lehelke. De azt nem szabad. Jó. Azért van a papírzsebkendő, hogy fogod és kifújod az orrod. Igen. Meg hogy nagyon szeretsz építeni óriási tornyokat, meg vagány garázsokat szoktál építeni, igaz? És jó kisfiú voltál? És biztos? Biztos. Hát úgy hallottam, hogy nagyon szeretsz otthon az asztalon ugrálni. Igen. Hát ez nem szép dolog ez. A jövőre, ha találkozunk, akkor nem szeretném hallani, hogy otthon az asztalon ugrálsz. Megígéred, hogy nem ugrálsz? Na, igen, oda. Meg a Mikulásnak. Megelőlegezzük a jóságodat, tessék ez a tiéd. Köszön meg! Tihamér. Te vagy a Tihamér, ugye? Igen. Úgy hallottam, hogy te igen szófogadó voltál egész évben. Igen. És hogy mindig segítesz te is az Ovó néninek. És otthon is szoktál segíteni? Igen. Apunak, anyunak? Igen. Mit szoktál segíteni otthon? Mit segítesz? Amikor felhozom neki a fát. Felhozod a fát? Bizony. Hát, te nagyon amikor ügyes vagy. Amikor tudsz dolgozni, akkor én voltam fel a fát. Úgy hallottam, hogy te is nagyon szeretsz autózni, meg szállítani az állatokat az autókkal. Igen. Otthon is van állatotok? Igen. Milyen állatotok van otthon? Hát nincsen játékállatok. Nem játék, igazi állatotok van-e otthon? Ja, csupok vannak. Tyúkok vannak. És a tyúkok mit szoktak tojni? Tojást. Tojást. És szereted-e a tojást? Igen. Na jól van, te is kapsz egy ilyen ajándékcsomagot. Tessék. Azt mondja, hogy Istike, van itt ilyen, hogy Istike? Nem. Istike nincsen. Nincsen Istvánka. Jánoska? Ő van. Melyik öltek a Jánoska? Jánoska, menjél oda kincsem a Mikulásnak. Gyere! Gyere, Óni! Úgy hallottam, hogy Mikulás, látom, te, nagyon, te is szeretsz nagyon sok finomságot készíteni. Igaz ez? Szoktál főzni az óvónéninek, ugye? És szoktál főzni az óvónéninek. Mit főzünk? Mit szoktál főzni az óvónéninek? Mit főzünk, szívem? Teját! Teját! Hát az nagyon finom, egy jó forró tea, ilyen hideg tényi. Mikulásnak főzöl egy teját. Igen, jaj, az nagyon jó lesz, nagyon finom lesz. Tessék, te is kapsz egy ilyen. És te vagy a Zsoltika, ugye? Igen, gyere babám. Te vagy a legkisebb itt az óvodában, ha jól tudom. Igen. Így van? De úgy tudom, hogy te is nagyon szófogadó vagy és vigyorgó. Hát most ezt a vigyorgást nem nagyon látjuk az arcodon, de azt is hallottam, hogy nagyon sokat segítesz a rendrakásnál. Igaz-e? Szokták
szoktál-e segíteni Óvó néninek, szívem? Igen. Biztos szokott, csak most megvan illetődve, mert mi még nem találkoztunk, így van? Te még nem találkoztál ilyen piros ruhás bácsival, ilyen nén bácsival, mint amilyen én vagyok. Na nézzük, neked is kerítünk akkor innen egy csomagot. Úgyni. Tessék, ez a tiéd. No, hát tudtok-e még egy szép éneket, mielőtt elmegyek? Mert még nagyon sok helyre kell vinnem az ajándékokat. Nagyon sok kisgyerek vár. Figyeljetek, énekeljük el, és akkor elköszönjük a kukulástól, jó? Hulla fehes fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár. Van zsákodva minden jó, piros alma mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. Na hát, nagyon ügyesek voltatok, és hogyha legközelebb is ilyen jó kisfiúk lesztek, és jó kislányok, akkor jövőre is el fogok jönni hozzátok. Most még egy közös képet csináljunk, ide állok. Készítünk egy közös képet a Mikulásról? Ide jövök, mögé. Fogjátok meg a csomagotokat. Mi maradjatok ott külön, hát. Úgy. Óvó néni, odáll a Mikulásra, igen, jó? Na, micsoda? Az egy kamera, bizony. Az abad. Sziasztok, gyerekek! Jók voltatok-e? Mert én csak a jó gyerekekhez szoktam ám menni. Biztos, hogy jók voltatok? Igen! Tanító néni, igazat mondanak a gyerekek? Na jó, akkor bejövök hozzá. Aztán ti tudtok-e valamit énekelni? Igen! Biztos? Na jó, oda megyek előre, leülök, mert nagyon messziről jöttem ám. Tudjátok-e, hogy milyen messziről jöttem? Az északi sark. Az északi sark? Hát onnan, igen. Jaj. Ott még nagy hó van. Itt viszont látom, még idén nem esett a hó. Jaj. Leülök ide erre a székre, mert nagyon fáradtuk. Na, akkor mondtok-e verset, hogy énekeltek el? Mondunk egy verset, ugye Szabon László télapó válása, eső szitár hullahó, húrkésen még télapó. Lásd együtt a sok gyerek, vannak a sinépteket, a manakbe ülő, átfászhatta télapó. Érezd magad, no, hát nagyon ügyesek vagytok, nagyon szép volt ez a vers. És az van a versben, hogy hagyjam itt azt nektek, amit ez a zsák rejt. Így igaz? Igen. És biztos, hogy jók voltatok? Igen. És szófogadók is vagytok? Igen! Na jó, hát ennek nagyon örülök. Akkor csináljuk azt, hogy egyesével idejöttek, először a kislányok, mert úgy illik. Mindenki bemutatkozik. Jó? Jó lesz így? Igen! És akkor kaptok egyet, valamilyen ajándékot. Na jó? Azt mondja, nem is tudom, melyik kislány. Gyere, te vagy itt a legközelebb. Téged hogy hívnak? Nati. Nati? Igen. És jó voltál-e otthon? Igen. És itt az iskolában is? Igen. Ez biztos? Biztos. Na jó, akkor megnézzük, hogy mit lehet ez a zsák. Na nézzük. Tessék, parancsolj egy ilyen Mikulás csomag. Többi kislány? Gyertek ti is, lányok. Te is megmondod, hogy hogy hívnak? Kincső. Kincső? Milyen kincső? Tári kincső. Tári kincső. És te jó voltál-e? Igen. Szoktál-e otthon segíteni anyának, igen, apának? Mit szoktál segíteni?
mosogatni, takarítani, enni adni a kutyáknak. Enni adni a kutyáknak. Sok kutyátok van-e? Egy kutyátok. Na jó, akkor biztos te is nagyon ügyes vagy. Maradjon is így. Jaj. Tessék, te is kapsz egy csomagot a Mikulástól. Na gyere, te leállítok. És téged hogy hívnak? Noémi. Nagyon jó. És te otthon mit szoktál segíteni? Apukámnak segítek. Apukádnak segítesz, és mit segítesz neki? Kicsi bárányokat megetetem. Kicsi bárányaitok is vannak. És szereted-e a bárányokat? Igen. Megenni, vagy csak simogatni? Simogatni, és az egyik megpuszít nekem. Megpuszít a bárányka. Hát az nagyon jó, akkor biztos jó kislány voltál, és nagyon szerették. Na jól van, te is kapsz egy ilyen csomagot. Köszönöm. Na fiúk, ki a legkisebb közületek? Te vagy a... Szabi. Na mondd el, hogy hívnak téged? Attila. És milyen Attila? És te jó kis fiú voltál-e otthon? Szoktál-e segíteni a szüleidnek? Igen. Az iskolában szeretsz-e tanulni? Igen. És mi a kedvenced itt az iskolában? Mit szeretsz a legjobban? Énekelni, tornázni, rajzolni, számolni, olvasni. Melyiket szereted a legjobban? Rajzolni. Micsoda? Rajzolni. Ja, rajzolni, picit rosszul hallok, mert én már nagyon öreg vagyok. Na jól van, és mit csináltál a homlokoddal? Látom, van ott egy sem. Na jól van. Ígérd meg, hogy jövőre is ugyanilyen ügyes leszel, mint ebbe az évben, és akkor jövőre is eljövök. Jó? Megígéred? Oké, na. Ki a következő? Gyere, te itt vagy a közelemben. Téged hogy hívnak? Szabinak hívnak. Ha szoktál-e otthon segíteni? Mit szoktál segíteni? Fát vágni? Mutasd a karodat. Ezzel az izommal biztos jó sok fát lehet vágni. Biztos sokat tudsz segíteni otthon. Na jól van, te is biztosan nagyon ügyes voltál, te is kapsz egy ilyen csomagot. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hallottátok, milyen ügyesen megköszönte? Na, ki a következő? Dani. Gyere. Dani. Te vagy a Dani. És te otthon ügyes vagy-e? Igen. Szófogadó vagy-e? Igen. Biztos? Igen. És itt az iskolában? Ha, itt is. Jó. És te mit szeretsz a legjobban itt az iskolában? Hát számokat írni. Számokat írni? Akkor a matematikát szereted. Mennyi egy meg egy? Kettő. Nagyon ügyes voltál. Kettő meg kettő? Négy. Na jó van, akkor te is megérdemled a csomagot. De azért ne számoljuk végül az egész számtáblát. Tessék. Köszönöm. Nagyon szívesen. Na fiú, ki a következő? Karika. Na gyere. És téged hogy hívnak? Karika. Ogács Karika. Ponos Karika. Na. És te otthon szoktál-e segíteni? Igen. És mit szoktál segíteni? Tatának. Tatának szoktál segíteni? Igen. Öreg már a tatár? Igen. Nagyon öreg? Igen. És szereted a tatát? Igen. Na jó. És itt az iskolában mit szeretsz csinálni? Tornázni. Tornázni. Az nagyon jó, hogyha szeretsz tornázni, mert az fontos az egészség szempontjából. Én is jó sokat mászkálok, jó sokat megyek tőle ilyenkor, úgyhogy nekem megvan a mozgásom. Tessék, parancsolj! Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Valentin. Na! Most jöhet, te vagy a? Valentin. Valentin. És te szeretsz-e otthon segíteni anyáiknak? Igen. Mit szoktál segíteni? Fát hordani. Te is fát hordani. És ilyenkor kint szoktál lefázni fahordásról? Nem, mert mindig fölveszed a kabátodat ügyesen. És itt az iskolában mit szeretsz a legjobb? Tornázni. Te is tornázni. Nagyon jó. Na jó van, te is kapsz egy ilyen csomagot akkor. Tessék, parancsolj. Nagyon szívesen. Na, ki nem volt még? Gyere te még nem voltál. És téged hogy hívnak? Robika, te vagy a Robika. És te mit szeretsz csinálni otthon? Fát vágni. Fát vágni. És játszani mit szoktál? Motorcsónakozni.
Kocsizni. Kocsizni. Nagyon jó. És itt az iskolában te mit szeretsz? Te is tornázni. Hát akkor itt már három olyan legény van, aki állandóan tornázna a legszívesebben. De azért olvasni meg számolni is szeretsz, ugye? Mm. És megy? Megy valamennyire? Amen. Na jól van. Ígérd meg, hogy nem csak a tornával, hanem a többivel is foglalkozol, és akkor jövőre is találkozunk majd. Tessék, parancsolj. Köszönöm. No, úgy látom, hogy még egy legény van ott hátul, aki még nem volt. Így van? Na gyere te is. Hoppá. Na téged hogy hívnak? Nem hallom, mert nagyon-nagyon-nagyon süket vagy. Ákos. No. Ákos. Te otthon szoktál-e segíteni? Én segítek. És mit segítesz, Ákos? Fát valami. Te is fát. Az nagyon jó. És itt az iskolában neked mi a kedvenced? Játszani. Micsoda? Játszani. Ja, játszani. De hát az iskolában tanulni járunk, nem csak játszani. Te mit szoktál tanulni? Betűket írni. Betűket írni? Betűket. Jó. Na, akkor ígérlek te is, hogy jövőre te is ugyanilyen jó gyerek leszel, mint idén voltál, és akkor jövőre is találkozunk. Na, úgy látom, hogy úgy tudom, hogy az óvodai csoportban is, és itt is még egy pár gyerek nem tudott eljönni a mai napon, de nem baj, nekik is elhoztam az ajándékot, és akkor majd megkérjük a tanítónénit, meg az óvónénit, hogy az ő, nekik is adják oda majd ezeket a csomagokat. No, tudtok-e még valami éneket, vagy az a vers volt, amit tudtok? Én tudom. Na! Vidám ének hangja. Na, nagyon ügyes voltál. No, örülök, hogy el tudtam jönni hozzátok. Közös fotóra. Van-e van kedvetek egy közös képre a Mikulással? Igen. Igen. Na jó, akkor valahol álljatok. De előre álljatok föl, sorra. Álljatok ide, és én ide állok, mellétek. Mögétek, ide állj. Na jó, ügyesek voltatok. Örülök, hogy itt lehettem. Akkor ígérjétek meg, hogy jövőre is nagyon jók lesznek, és akkor jövőre is eljön hozzátok. Nekem a tanítónéni mindent elmondám, hogy ki hogy viselkedik. Úgyhogy legyetek ügyesek, jó? Na, szervusztok, gyerekek! Sziasztok! Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok!